Uraim, most pedig következzék a Sír a telefon című dal. Kós János! Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát. Ki vagy te, bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is. Hívjad, siess hát, biztos, ha elűzöm a bánatát. Mondd, bácsi, te valami rosszat tettél az anyukámnak? Amikor keresed, mindig azt csúgja, mondd, hogy nem vagyok itthon. Hát mondd el, hogy milyen a szobád, és áruljad el azt is, hogy írni tudsz-e már. Már tudok írni, pedig még csak óvodába járok. Az anyukám tanított, tudod, nekem nincs apukám, mint a többi gyereknek. Kérlek, segíts hát, én úgy szeretlek téged, s az anyukád. Az nem lehet, mert én még csak 6 éves vagyok. Bácsi, miért nem szólsz? Sír a telefon. Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok. Ha erre gondolok, félek, hogy választ nem kapok. Érzem, hogy más szeret, így élnem nem lehet. Ezért sírolj nagyon a telefon. Ne sírj! A képed, ezerszer láttam már, szeretném, hogyha végre mi együtt nyaralnánk. Te láttál már engem? Én már úszni is tudok, majd megmutatom neked. Meglátod, milyen ügyes vagyok. Kérlek, segíts hát, én úgy szeretlek téged, s az anyukád. Te szeretsz minket? Miért? De én még sohasem láttalak, bácsi. Miért sír megint a telefon? Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok. Ha erre gondolok, félek, hogy választ nem kapok. Érzem, hogy más szeret, így élnem nem lehet. Nélkül ez éltalan a holnapom, és ezt nem akarom. Félek, hogy más szeret, így élnem nem lehet. Ezért jöjj nagyon a telefon. Kérd hát, hogy várjon, már megy el, hogy megbocsásson. Elment. Ha elment mégis, elbúcsúzom én is. Szervusz, bácsi. Szervusz, kicsi. Kós Réka. Köszönöm.